Megint új csapatot kellett építened, de most talán egy kicsit több időd volt erre. Hogy álltok most? Hogy vannak a lányok? Milyen meccsre számíthatunk? Én úgy gondolom, hogy ott tartunk, amit elterveztem, sőt bizonyos szinten még egy picit jobban is. Aztán vannak dolgok, amikben egy kicsit el vagyunk maradva, de nyilván ez a hátrálő két hét még erre lesz, hogy ezeket tudjuk javítani. Elég nagy munkát végeztünk el, mert egy pokoli ritmusú évnek nézünk elébe. A lányok köszönjük szépen, jól vannak, Szekeres Klárnak kisebb sérülése van, nem kockáztatunk, és az Alice Stolle továbbra is, tehát most már elkezdte a futóedzéseket, de nyilván ő még messze van attól, hogy pályára lépessen, többiek rendben vannak, köszönjük. És az újak, hogy épültek be a csapatba, hogy érzed? Vegyesen, tehát nagyon-nagyon pozitívan próbálnak hozzáállni, tehát ez most nyilván múlt és előélet függvényében, tehát van, aki könnyebben, van, aki nehezebben, de összességében azért közelítünk egymáshoz, úgy látom. Hát reméljük, hogy ezzel az úton haladtunk. Már köszönöm szépen, érkezik ide a Fradi egyik legjobb, a Háfla Noémi, ugye ez nem meglepetés, Noni mindig is a Fradinak az egyik legjobb játékosa. Most szükség is volt a jó teljesítményedre, mert ez a Szombathely, ez nagyon oda pörkölt nektek. Igen, nagyon jól játszottak, nagyon jól kihasználták a beálló helyzeteiket, meg hogy magasak az átlövőik. Mi sajnos nem tudtunk ezzel mit kezdeni, és ugye az oszlopos tagja a védekezésnek, Szekeres Klára hiányzott a védekezésből, úgyhogy igazából ez egy kicsit probléma volt, de így a végére nagyon jól megoldottuk. Igen, de hát azért ezt is meg kell tanulni, hogy milyen szeki nélkül védekezni, és most azért a csapat egy kicsit magasabb is talán, mint tavaly. Az ilyen magas átlövőkkel szemben is talán hatékonyabb lehettek. Igen, igen, abszolút magasabb a falunk, úgyhogy, de ez majd most még egy edzőmeccs volt, igazából a bajnokságra szerintem tök jó lesz. Edzőmérkőzés, felkészülési meccs, de a nyakadon úgy látom, hogy nem volt egy barátságos meccs. Igen, ez az előző meccsen történt, igazából a Debrecen ellen. Akkor fájt, most már tök jól vagyok. Na, de hát az ilyen meccsekre van szükség ahhoz, nem, hogy a BL meccsekre felkészüljetek? Igen, abszolút. Ja, ezek a meccsek nagyon fontosak, hogy koncentráltan tudjunk menni, és hogy nyerni tudjuk őket, és hogy önbizalommal tudjuk kezdeni majd a Bajnokok Ligáját is. Hát így legyen, Noni. Nagyon szépen köszönöm. Egy gyors váltás is érkezik ide, egy új lány, Anuri Kinga, aki a második félidőben állt be a Ferencváros kapujába, és hát neki is köszönhető az, hogy a Fradi végül ilyen fölényesen győzni tudott. Te hogy láttad ezt a meccset? Fú, hát az első félidő azért az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, nem is úgy védekeztünk, hiszen azért kiesett a Szekeres Kál, aki nagyon hiányzott azért a tengelyből ott. Az első fél időt tényleg azt mondom, hogy azért az felejthető volt, és nagyon-nagyon sokat kell abból tanulnunk, azt vissza kell néznünk, azt hiszem. Viszont a második fél időben a küzdésből az nagyon jeles, és azt gondolom, hogy meg tudtuk mutatni, hogy azért mennyit dolgoztunk, és azért mennyire haladunk előre. Igen, hát Bíró Blandinak nem volt könnyű dolga az első fél időben. Gondolom, amikor te bejöttél a másodikra, akkor mondtad a lányoknak, hogy a velem ugyanezt ne csináljátok meg. Igen, megbeszéltük, hogy azért ez a védekezésen múlik, hiszen nagyon sok gólt kaptunk, és azért ez nem engedhető meg, mert a BL-be azért ez vissza fog ütni, és úgy készültünk, hogy a védekezést szeretnénk elsősorban építeni ezen a mérkőzésen, ami az első fél időben nem sikerült, de nagyon örülök, hogy a második fél időben tényleg ki tudtunk úgy jönni, hogy azért megmutattuk, és azt hiszem 10 gólt kaptunk, azért az elég jó egy fél időre. Te is sokat védtél. Sok lövés jött középre, de gondolom ehhez is kellenek a társak, hogy abba a sávba kényszerítsék az ellenfelet. Igen, tényleg mondhatom, hogy a második fél időben az elég jól összeálltunk a 2-3-asba is, és nagyon jó sáncokat kaptam, nagyon jól megszűrtük. Azért a Bandelier ellen nagyon nehéz sáncolni, hiszen azért ott nagyon magasnak kell lenni, és az esélytelen. Ott próbáltuk azt, hogy a távolsággal játszunk, és próbáljuk azért bekényszeríteni egy olyan sarokba, hogy én oda bemegyek. Én azt hiszem, hogy ez is sikerült. Ehhez gratulálok, Kinga, nagyon szépen köszönöm. És további sok sikert kívánok. És végül érkezik ide Elek Gábor, a Ferencváros vezető edzője. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gábor mennyire elégedett, mert a győzelem összejött, de gondolom a szünetben azért nem a dicséretről szólt, amit az öltözőben mondtál. Hát nagyon nem. Tehát nagyon-nagyon nem. Nem, én azt gondolom, hogy az egyik legrosszabb első fél időnk volt, amit produkáltunk itt a felkészülés során. Sajnos az a bosszantó, hogy a másik is hazai pályán volt ugyanígy ilyen első fél az MTK ellen, ez mentálisan gyenge, dekoncentrált, tehát fél időben valóban itt fenyegetések elhangzottak, tehát itt a hétvége komoly veszélyben volt,
de aztán végül is visszanyerték, tehát a második fél időre. Pillanatilag csak darabra tudtunk itt ekkora különbséget kialakítani, hogy egyszerűen fölöröltük az ellenfelünket, aki nagyon-nagyon taktikusan és jól játszott, tehát itt elég borzasztó sok átlövésgólt kaptunk, főleg a 7-6-ban, nyilvánvalóan a 7-6 ez egy nagyon speciális védekezést igényel, amire föl kell készülni, és hát ezért most nem ezzel töltjük a napjainkat, hogy a szombat egy 7-6-jára, de nagyon szépen lejátszották, és eredményesen is, de fél időben azért sok megbeszélni valónk volt. Még egy 5-10 percig tartott ez a nem túl eredményes kézilabda, aztán a végén azt gondolom, hogy a fizikai különbség, meg hát a darabszámbeli különbség az kijött. Én azt gondolom, nem volt ebben a mérkőzésben 10 gól, de az, hogy ezt meg is meg tudtuk csinálni, az önnekképpen örömteli. Az első fél idő volt ebben nagyon csúfos. Az egyik időkérésnél azt kérted a lányoktól, hogy tartsátok az elveket. Ez pontosan mit jelent? Hát a védekezési elveket, tehát borítunk föl mindent, tehát abban a pillanatban, hogy jön egy kis pánik helyzet, meg nem úgy állnak össze a dolgok, ahogy mi elképzeljük, akkor teljesen beszűkült látókörrel kezdünk el védekezni, és gondolatok nélkül, tehát ez ezt jelenti. A felkészülés szempontjában nyilván egy edző nem nyugodt, amikor egy ilyen meccset lát, de talán ez hasznosan, nem? Amikor egy ilyen szoros meccset játszik a csapat. Nem, tehát nem volt olyan tervünk, hogy mi megnyerjük itt a felkészülést, tehát itt vagy ezt a felkészülési versenyt. Nyilván persze nem örülök az ilyen első félidőknek, de ez pontosan arról szól, hogy ezeket a hibákat javítgassuk, mert ugye tehát utána már nagyon-nagyon kevés időnk lesz erre. Tehát egyértelműen, tehát ez borzasztóan nem örültem neki, de hát azért ez nem dráma, tehát ez azért felkészülés. Tehát az, hogy tehát ha nem lenne ez a helyzet, akkor mi valószínűleg úgy játszunk felkészülés meccset a szombathelyen, most nem beszélgetünk itt. úgyhogy örömteli, hogy újra a szurkolók előtt játszhattunk, az feltétlenül örömteli. Örömteli az, hogy azért ennyien kijöttek. Örömteli, hogy tévés meccsmérkőzést játszhattunk, de hát mondom, tehát itt azért nem ezek a prioritások most elsősorban, hanem az, hogy tehát hogyha nyilván, hogy ez éles mérkőzés, akkor azért nem 15 perceztetek mindenkit, meg próbálom igazságosan elosztani. Tehát itt egyértelműen még egyelőre ez a feladat, hogy a különböző összetételekben megnézzük, hogy hogyan tudunk muzsikálni. Hát nekem is örömteli volt újra veled beszélgetni. Gábor, köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer a győzelemhez. Nem lehet jó életet. Köszönöm szépen.